Közel 200 évvel ezelőtt, 1823-ban építették, és utoljára 40 éve, 1982-ben újították fel a Tolnai Szentháromság szobrot. A település egyik lakosának, Saramó Mártának volt az ötlete, hogy itt lenne az ideje, hogy rendbe hozzák az alkotást. A becslések szerint ez csaknem 20 millió forintba fog kerülni, amit részben adományokból és pályázat útján szeretnének finanszírozni. Az idő vasfoga erősen megrongálta, nagyon rossz állapotban van. A 200 éves jubileum, amit, mint mondtam, jövőre lesz, illetve az ősök iránti tisztelet és a városhoz való kötődésem motivált arra, hogy létrehozzak egy alapítványt a szobor felújítására. A helyi képviselőtestület támogatta az ötletet és megadta a hozzájárulását, így a Tolnai Szentháromság felújításáért elnevezésű alapítvány, amelyet egy öttagú kuratórium fog működtetni, felújítathatja a szobrot. Két lépésbe fog megvalósulni a felújítás, mivel a szobor műemlék, ezért engedélyeztetnünk kell a felújítást az örökségvédelmi hivatallal. Ehhez be kell majd csatolni a restaurátori tervet, egyéb dokumentációt, és ha megvan a hivatal engedélye, akkor ennek birtokában kezdődhet el a tényleges felújítást. A tervek szerint, ha sikerül összegyűjteni a szükséges összeget, akkor a restaurálást, amely nagyjából 6 hónapot vesz igénybe, egy budapesti szobrász fogja elvégezni.